Ingyenes vakcina. Idén 3107. osztályos diáklány igényelheti az államilag támogatott térítésmentes méhnyakrák elleni védőoltást Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ösztöndíjas hiányszakmák. Havonta akár 30 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjat is kaphatnak azok a diákok, akik hiányszakmát tanulnak. Ilyen például a géplakatos vagy a heggesztő szakma is. Véget ért a Vidor. A legjobb előadás díját a Katona József Színház a Két Korea újraegyesítése című produkciója kapta. Idén 3107. osztályos diáklány igényelheti az államilag támogatott térítésmentes méhnyakrák elleni védőoltást Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A tavaly indult védőoltási programban az érintettek közel 90%-a kérte az ingyenes vakcinát a térségben, ami országos szinten is kiemelkedő arány. Országszerte összesen 44 ezer hetedikes lány kaphat méhnyakrák elleni védőoltást idén. A szülőknek szeptember 11-ig kell jelezniük az iskolában. Ahhoz, hogy a védettség kialakuljon, két oltásra van szükség, 6 hónap különbséggel. Az oltóanyag első adagját 2015. októberében, a másodikat pedig 2016 tavaszán kapják majd meg az érintettek. Tavaly már országosan 38 ezeren választották az ingyenes vakcinát. Felhívnám ezért a kedves szülők figyelmét, hogy mivel tavaly indult, és még nem ismert egészen ennek a felhasználhatósága, illetve az igényelhetősége, éljenek a lehetőséggel, hiszen az oltóanyag beszerzése amúgy igen költséges lenne, de így ingyenesen a részükre biztosítva tegyék lehetővé, hogy a gyermekeik védettséget szerezzenek. Magyarországon évente átlagosan mintegy 1500 új méhnyakrákos beteget diagnosztizálnak. A statisztikai adatok alapján ez a második leggyakoribb daganatos megbetegedés a 15 és a 44 éves nők körében. Sajnos van egy olyan tendencia, és már az interneten, akik ez ellen vannak, hogy nem kéne ezt az oltást megadni. Hát én azt tudom mondani, hogy ma Magyarországon több mint 400 nő hal meg ebbe a betegségbe. Több mint 1000 betegszik meg. Ha ezt az oltást 100%-ban megkapná mindenki, és mindenki oltott lenne, akinél méhnyakrák kialakulna, ez a szám 40 alá csökkenhetne. A fiatalkorban beadott védőoltás 93%-ban nyújt védelmet, de 20-30 éves kor után is 65%-os lehet a védettség. Az osztályvezető főorvos azonban hozzátette, a vakcina beadása után is javasolt a rendszeres rákszűrés. Havonta akár 30 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjat is kaphatnak azok a diákok, akik hiányszakmákat tanulnak. Ilyen például a géplakatos, esztergályos, kőműves, ács vagy a heggesztő szakma is. A nehezebb elhelyezkedés ellenére a tovább tanulók nagy része még mindig a divat szakmákat választja, míg a hiányszakmák iránt továbbra is kevés az érdeklődő. A hiányszakmák meghatározásához sok adatra és információra van szükségük a szakembereknek, ilyen például a demográfiai változások és a gazdálkodó szervezetek igényei, ezek megállapításához pedig folyamatosan kérdőíves felméréseket végeznek. A továbbtanulás előtt álló fiatalok nagy része még mindig a divat szakmákat részesíti előnyben, nem gondolva arra, mennyivel nehezebb lesz a későbbiekben az elhelyezkedés. Pedig a szakmákban tanulók közül tanulmányi ösztöndíjra jogosultak azok, akik nappali rendszerű képzésben az első szakképesítésüket szerzik meg. A meghatározott hiányszakmáknál a tanulók tanulmányi ösztöndíjban részesülnek, ez egy nagyon fontos anyagi támogatás részükre, és hogyha valaki még ezt a szakmát tanulószerződés keretében sajátítja el, akkor havonta egy egész komoly kis fizetést tud kapni, tehát egy nehezebb anyagi helyzetben lévő családnak ez igen komoly segítséget jelent. Általában itt a megyében, ha megnézzük, és mondhatom, hogy szinte országosan is a műszaki szakmák azok, amik folyamatosan hiány szakmának nevezendőek. Itt a géplakatos, az esztergályos, amiről folyamatosan beszélünk. Ezeken túl a kőműves, az ács, a húsipari termékgyártó, de a hegesztő is a hiány szakmák közé tartozik. A továbbtanulókat különböző kiadványokkal próbálják tájékoztatni, a pályaorientációs munkatársak pedig részletes bemutatót tartanak az általános iskolások osztályfőnöki óráin, és üzemlátogatásokat is szerveznek a diákoknak. A szakemberek szerint azt is fontos hangsúlyozni, hogy egy jó szakma elsajátítása a biztos kereseti lehetőséget biztosít a későbbiekben. Nagyon nehéz szakember találni. A legnehezebb
a saját tapasztalatomból mondhatom, mert mi is most keresünk kőművest, ácsálványozót, burkolót, épületgépészt, ilyenkor nagyon nehéz jó szakember találni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a továbbtanulóknak az újonnan létrejött Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 tagintézménye 88 lehetőséget kínál a különböző szakmák elsajátítására. Nem támogatja a Jobbik az állami termőföldek privatizációját, hangsúlyozta a nyíregyházi tájékoztatóján Gyüre Csaba országgyűlési képviselő. Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott, a legfontosabb megmaradt érték az ivóvízkészlet és a termőföld Magyarországon. Ezért is nyújtott be a párt törvény, illetve alaptörvény módosító javaslatot ezek védelmére. Gyüre Csaba szerint az értékesítés tovább erősíti majd a nagybirtokok kialakulását. Ez körülbelül 500 000 hektárt érinthetne, amennyiben még mindig kétharmada lenne a Fidesznek, de így most a nemzeti parkok vagyonát már nem tudja elherdálni, hiszen arról döntöttünk, mivel nem volt meg a kétharmada tavasszal, hogy ezek elidegeníthetetlenek továbbra is, azonban körülbelül 400 000 hektár eladásra fog kerülni. Ez azt jelenti, hogy magyar államnak szinte a 80%-a termőföldjeinek magánkézbe fog kerülni, és ezzel nem lehet a jövőben már szociális földprogramot például véghez vinni, önkormányzati földprogramot véghez vinni, nem lehet népesedés politikai szempontból fontos termőföldprogramot véghez vinni. Ez oda fog vezetni, hogy a nagy továbbra erősíti a Fidesz nagy birtokrendszernek a kialakulását. Szombaton véget ért a 14. Vidor Fesztivál. A Makkároly vezette zsűri összesen 11 díjat ítélt oda a résztvevő társulatoknak. A legjobb előadás díját a Katona József Színház a Két Korea újraegyesítése című produkciója kapta, a legjobb filmnek járó elismerést pedig az Argo 2 című vígjáték érdemelte ki. A 14. Vidor Fesztivál 9 napja alatt a közönség mintegy 400 programot láthatott Nyíregyházán és a megye 21 településén. A zsűri 16 vígjáték közül választotta ki a legsikeresebb produkciókat. Az elnök Makkároly szerint az idén is jó színvonalú előadások vettek részt a versengésben. Egy nagyon erős választék, és egy, hogy mondjam, egy olyan sikere a városnak, és egy olyan hete az itt élőknek, ami úgy látom, hogy lassan hozzátartozik ennek a városnak a kultúrájához, a jó kedvéhez, a jó hangulatához, és hát így töményen ez egy igazi színház. A legjobb előadás Dottore díját, valamint a port.hu külön díját a Katona József Színház a Két Korea újraegyesítése című darabja kapta. A zsűri szerint a legszívhez szólóbb előadás a Rózsavölgyi Szalon romance.com című produkciója volt. Az előadás női főszerepét Molnár Piroska alakítja. Ez nem egy örökérvényű, nem tudom, ilyen remek mű. Ez egy vékonyka szövetű kis színdarab, amit a színészeknek kell megtölteni élettel. És akkor, ha az ember ezt kedv nélkül csinálja, akkor mehet a sóhivatalba. Tehát ebbe tényleg magunkat teljes 1000%-ig kell adni, hogy a közönség is azonosulni tudjon ezekkel a szerethető figurákkal, és kicsit mosolygunk magunkon is, a figurákon is, de végül is megbocsátóan és szeretettel. A számos elismerés közül a legjobb női alakítás díját a Katona József Színház művésze Rezes Judit kapta az Abigail Bulija című vígjátékban nyújtott alakításáért, a legjobb duett díjjal pedig Katona Lászlót és Serer Pétert, a Nézőművészeti Kft. Színészeit jutalmazták a Hal nem hal bele című produkcióért. Az elismeréseket a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a művészek a saját társulatuk színházában vehetik majd át. Kivételes fizikai és sport teljesítményével kívánta felhívni a figyelmet Hídvégi Üstös Pál és kárpátaljai futótársa Takár Károly a Tisza környezetvédelmére, Kárpátalja nehéz gazdasági helyzetére és a határok átjárhatóságának fontosságára. Az ultrafutókról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban.
Második alkalommal rendezték meg a Nagyari Nemzetközi Somfesztivált a hétvégén. A gasztronómia mellett kulturális programokon is részt vehettek mindazok, akik a rossz idő ellenére is kilátogattak a rendezvényre. A fesztivál keretében a 30 millió forintos pályázati forrásból felújított óvodát is átadták. 10 csoportban 113 csapat vágott neki a Nyíregyházi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság jubileumi 50. szezonjának. A Városi Stadion 6 salakos pályáján hétköznap délutánonként játszanak a csapatok. Kivételes fizikai és sport teljesítményével kívánta felhívni a figyelmet hídvégi üstös Pál és kárpátaljai futótársa Takár Károly a Tisza környezetvédelmére, Kárpátalja nehéz gazdasági helyzetére és a határok átjárhatóságának fontosságára. Az ultrafutók a magyar-román-ukrán hármas határról Garbolctól indulva az összes határállomáson átfutva több mint 180 km megtétele után érkeztek meg Csap felől Záhonyba, hogy ott egy hétig tartó non-stop futásba kezdjenek a gáton. A határvárosba érkezést követően azonnal indult a hétnapos folyamatos váltófutás, a töltésen húzódó kerékpárút egy kijelölt, a Tisza híd és a Gáttörház között elterülő 350 méteres szakaszán, amihez többen is, köztük a Vásáros Naményi iskolások és a vízügy hat munkatársa is csatlakozott. Elsősorban helyszínnel támogatjuk, hiszen ahol a futás történik, az a gát, a töltés, és a védelmi központunk pedig egy főhadiszállás a futóknak, főként a szervezőknek, és ezzel biztosítjuk a logisztikát, hogy ez az akció sikeres legyen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke elmondta, hídvégű üstös Pálnak idén ez már a harmadik kezdeményezése, amivel sokat tesz azért, hogy felhívja a figyelmet a kárpátaljai helyzetre. A futókat a kárpátaljai megyei tanács elnöke is elkísérte. Nagyon nagyra értékelem a magyar barátaink segítségét, akik tényleg valós tettekkel segítenek minket ezekben a nehéz időkben, amit Ukrajna és Kárpátalja számára is nagyon nehéz megélni. A másik fontos dolog pedig az, hogy ukrán radikális szervek próbálták ezt az akciót kihasználni, és nagyon csúnya dolgok jelentek meg egyes kárpátaljai sajtóorgánumokban, ezért úgy döntöttem, hogy személyesen állok az akció mellé, és én mutatom meg azt, hogy a magyarok a barátaink. Fontos volt nekem, hogy személyesen hozhattam be az Európai Unióba Ukrajna zászlaját, ezzel is szimbolizálva azt, hogy Ukrajna az EU-ba törekszik, a magyarok a barátaink, sok mindent tettünk már eddig is együtt, és köszönjük azt a segítséget, amit nyújtanak nekünk az Unióhoz való közeledésünk során. A futást hárman teljesítik 4 órás váltásokban, hozzájuk bárki csatlakozhat hosszabb, rövidebb távokra. A futás végén, mint ahogy itten elhangzott, a 7 napon keresztül közel 1900 kilométert fogunk ezen a 350 méteres pályán megtenni. Valóban egy mentális futás, de a legfontosabb, a jó célok nélkül, a együtt Kárpátalja üzenete nélkül nem lehet ezt teljesíteni. Ha nincs üzenet, akkor nincs 1900 kilométer. A szeptember 10-éig tartó akciónak jótékonysági része is van, hiszen a befejezés utáni napokban egy szponzor és a református egyház jóvoltából egy röntgengépet adnak át a Beregszászi kórháznak. Második alkalommal rendezték meg a Nagyari Nemzetközi Somfesztivált a hétvégén. A gasztronómia mellett kulturális programokon is részt vehettek mindazok, akik a rossz idő ellenére is kilátogattak a rendezvényre. A fesztivál keretében a 30 millió forintos pályázati forrásból felújított óvodát is átadták. Ezen megpróbáljuk átdörzsölni. Reméljük, hogy átmegy. Ha eléggé megvan érve a som, akkor át kell neki menni. Ha nincs megérve, akkor a kason szoktuk érleltetni a somot, vagy pedig teszünk bele cukrot, és akkor egy éjszakát úgy hagyjuk állni. A nagyari hagyományoknak megfelelően így készül hidegen a somlekvár. Ezt is megtekinthették mindazok, akik kilátogattak a második nemzetközi somfesztiválra a szatmári településre. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke elmondta, ezek a rendezvények elősegítik a térség turisztikai fejlődését. A megyei stratégiában is ezt fogalmaztuk meg, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy olyan megye legyen, ahol nem csak jó élni, hanem jó oda visszatérni is. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy minden település igyekszik a saját kis arcát megtalálni, és bízom benne, hogy amint ezek valóban kialakulnak, utána a térségi szemléletnek megfelelően, akkor ezeknek az együtt megmutatása is majd megvalósul, akár egy-egy beregi, egy-egy szatmári rendezvény keretein belül, és azt hiszem, hogy ezek, hogyha összekapcsolódnak a kis falunapokkal, akkor valóban egy olyan turisztikai potenciált tudunk majd teremteni itt a Szatmár-Beregben is, amely vonzó lesz a turisták számára.
A településre ilyenkor határon, innen és túlról is érkeznek érdeklődők és bemutatkozó kulturális csoportok, de a látogatók a helyi gasztronómiát is megismerhetik. A SOM Fesztivál keretében idén felújított óvodát is átadták. Az elmúlt évben megnyertünk egy BMS pályázatot, amin sikerült az óvodánkat felújítani. Kis település vagyunk, 30 gyerek jár az óvodába, mert nagyon ráfért, hogy egy kicsit felújuljon, komfortosabbá váljon a gyerekek számára. 24 millió forintot kaptunk támogatásként, inkább bútorzatot, játékokat, belső felújításra, vízcsöveket, a fűtési rendszert kellett felújítani. Az összesen 30 millió forintos beruházás segítségével az óvodában új csoportszoba, foglalkoztató helység és vizes blokk várja hamarosan a nagyari gyerekeket. Tíz csoportban 113 csapat vágott neki a Nyíregyházi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság jubileumi 50. szezonjának. A Városi Stadion 6 salakos pályáján hétköznap délutánonként játszanak a csapatok. Fél évszázaddal ezelőtt a stadion két pályáján és a dohánygyári pályán indult el a Városi Kispályás Bajnokság, amelyre a kezdetekben évente tucatnyi csapat nevezett. Az elmúlt 5 évtizedben folyamatosan nőtt a csapatok, ezzel együtt a csoportok száma, a jubileumi 50. szezonra már rekordlétszámú együttes nevezett. A 6 világítása ellátott csalakos pályán 10 csoport küzdelmei zajlanak, ami több mint 3000 amatőr futballistát mozgat meg hétről hétre. Egyre több olyan baráti társaság jön el, munkahelyi kollektívák, külön és akár lakótelepi összeverbúválódott csapatok. Picit mondhatnám azt is, hogy meghígult a bajnokság, de viszont a másik része pedig az, hogy az elit csoportban, az A csoportban, B csoportban és a C csoportban azért ott már fantasztikus futballt láthatnak, viszont a másik véglet pedig az öreg fiúk első és másodosztályban óriási csaták vannak, hiszen itt meg a régi motorosok, azok, akik talán, ha nem is 50 évvel ezelőtt, de az első között még pályára léptek. Van is ilyen játékos, aki az első között is már szerepelt. Augusztustól a jövő év júniusáig közel 1200 mérkőzés játszanak a csapatok. Az őszi szezont követően, a hagyományoknak megfelelően a téli terembajnokságban futballozhatnak majd tovább a kispályás foci szerelmesei. Debreceni, miskolci és nyíregyházi győzelem született a Nyíregyházi Kossársuli által rendezett nemzetközi felkészülési tornán, amelyen három korosztályban 13 csapat lépett pályára. Az NKS felnőtt együttese is játszott egy edzőmeccset, amelyen Farkasinszki Gyuláné tanítványai 50 ponttal verték a szolnokot. A bajnokság kezdetéhez közeledve sorra rendezik a felkészülési tornákat a csapatok, az elmúlt hét végén a Nyíregyházi Kossársuli is szervezett egy három korosztályt érintő tornát. A gyerekeknél 4, a tiniknél szintén 4, a serdülőknél pedig 5 csapat mért össze tudását, utóbbiaknál egy kolozsvári együttes is pályára lépett. Ilyenkor minden csapat már ilyen felkészülési tornákat rendez, tehát ezen a hétvégén nagyon sok helyen az országban felkészülési tornák voltak, Pécstől kezdve Budapestig különböző korosztályokban és különböző nemekben is, nyilván mi a lányoknál vagyunk érintettek. Akik eljöttek, azok szerencsére jól érezték magukat, és bízunk benne, hogy a jövőben is elfogadják a meghívásunkat. Hát a másik oldala nyilván az anyagi oldala, de hát ott szerencsénk van megint csak, mert találtunk olyan támogatót, aki felmérte vagy felismerte azt, hogy igenis a gyerekeknek szüksége van arra, hogy sportoljanak és kosárlabdázzanak, így a támogatóval sem volt különösebben gond. Felkészülési tornáról lévén szó, az edzők elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a játékosoktól mit látnak viszont a pályán az elmúlt hetekben gyakoroltakból. Az eredmény az azért nem lényeges, mert tényleg egy korosztályunkban a legjobb csapatok vannak itt. A Török Flóri és Budapesttől minden korosztályban országos döntős, A döntős volt. Ennek ellenére most úgy néz ki, hogy a serdülőbe előttük végzünk, de ez mind azért van, mert 4 játékosuk a meghatározók közül az fönnmaradt a kadett tornán Budapesten. Tehát ilyen értelemben az eredmény az nem meghatározó és nem mérvadó. Sokkal fontosabb az, hogy amit eddig elvégeztek munkát, az mennyire látható és mennyire eredményes a pályán. A mérkőzéseken azért természetesen számolták a pontokat. A gyerekkorosztályban a debreceni Zicser Tigrisek csapata, a tiniknél a DVTK Miskolc, a serdülőknél pedig a Nyíregyházi Kossársuli végzett az élen. A torna zárásaként az NKS felnőtt csapata is pályára lépett, és 50 pontos győzelmet aratott a szolnok ellen.
Hatodik bajnoki mérkőzését is megnyerte a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese a Cegléd-et verte 4-2-re. Így továbbra is az élen áll az NB3 keleti csoportjának tabelláján. A másik megyebeli csapat, a Nyírbátor 1-1-es döntetlent játszott a Tiszaújvárossal. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Idén 3107. osztályos diáklány igényelheti az államilag támogatott térítésmentes méhnyakrák elleni védőoltást Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A tavaly indult védőoltási programban az érintettek közel 90%-a kérte az ingyenes vakcinát a térségben, ami országos szinten is kiemelkedő arány. Akár havi 30 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjat is kaphatnak azok a diákok, akik hiányszakmát tanulnak. Ilyen például a géplakatos, esztergályos, kőműves, ács vagy a hegesztő szakma is. A nehezebb elhelyezkedés ellenére a tovább tanulók nagy része még mindig a divat szakmákat választja, míg a hiányszakmák iránt továbbra is kevés az érdeklődő. Szombaton véget ért a 14. Vidor Fesztivál. A Makkároly vezette zsűri összesen 11 díjat ítélt oda a résztvevő társulatoknak. A legjobb előadás díját a Katona József Színház a Két Korea újraegyesítése című produkciója kapta, a legjobb filmnek járó elismerést pedig az Argo 2 című végjáték érdemelte ki. A Kölcsei Televízió hétfői híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is változóan felhős, hűvös időre számíthatunk. Erősödik a tőlünk nyugatra lévő anticiklon hatása. Áramlási rendszerében továbbra is meglehetősen hideg levegő érkezik fölénk. A hőmérséklet a sok évi átlag alatt marad. Éjjel derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Az esti órákban zápor még előfordulhat. Estétől jelentősen mérséklődik a szél. Éjszaka változó irányú, gyenge szél lesz a jellemző. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, elszórtan kisebb zápor előfordulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A változó irányú szél helyenként megélénkül, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A hét további részében a több-kevesebb napsütés ellenére az átlagosnál hűvösebb időre van kilátás. Pénteken és szombaton több lesz a felhő, ekkor eső is várható. Vasárnaptól azonban ismét naposabb időre van kilátás. A hőmérséklet éjszaka sokfelé 10 fok alá csökken, és napközben is csak 20 fok körül alakul. Vasárnaptól néhány fokos melegedés várható.